Szervusztok! Angelika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Mai videómban a mesterséges intelligenciáról fogok nektek egy-két mondatot szólni. Mivel a mesterséges intelligencia a mindennapunk részeivé válik, egyre inkább lehetséges, hogy holnaptól egy mesterséges intelligencia lesz akár a főnököd, vagy te magad is beültethetsz magadnak is mesterséges intelligenciát, vagy beültetheted annak az ismerősödnek, akinek nincs természetes intelligenciája. Mesterséges intelligenciát hordoznak magukba különböző eszközeink. Ezek élettelen tárgyak. Itt van például Cindy, ő egy robotkutya. Világít a szeme, megharapja az ujjamat, de nem fáj, tehát nem kell férni. Mert az a lényeg, hogy az emberek azért olyan robotokat csinálnak, ami nem harap. Tehát ennek a Cindynek a szájából hiányoznak a fogak. Ha van mesterséges intelligencia, akkor kell, hogy legyen mesterséges unintelligencia is. Ezt például tapasztalhatjuk olyankor, amikor a GPS-be kiírunk egy útvonalat, és akkor nem arra visz minket a GPS. Unintelligens mesterséges intelligencia nem lesz kedves, hogy mondjuk azt mondja, hogy következő sarkon fordulj föl. Mondjuk, ha az van, hogy egy robotnak mondod, hogy Mikrobi, hoz be egy sört, akkor ő be fogja hozni a sört, mert ő neki az a feladata. De mondjuk, ha a feleségednek mondod, hogy Tamara, hoz be egy sört, akkor ő meg azt fogja mondani, hogy hoz be magadnak, ott a hűtőből vedd ki, vagy minek iszol már megint sört. Isaac Asimov, sci-fi író, a robotika 3 törvényét írta le nekünk. 1. Egy robot nem okozhat kárt az emberbe. A 2. számú törvény az, hogy egy robotnak mindig mindenáron engedelmeskednie kell az embernek. A 3. szabály pedig, hogy egy robotnak meg kell tudnia védeni önmagát, ön is önellátónak kell lennie. Például ott van egy robot porszívó, az már, hogyha mondjuk beszorul az ágy alá, akkor már mind a 3 törvényt egyből megszegte alapból, mert ugye beszorul az ágy mögé, már fölidegesít, tehát már kárt tett az idegrendszeredbe. Hiába mondod neki, hogy jöjjön ki, vagy hogy miért ment be oda, hogy senki nem kérte, te mondtad neki, hogy menjen be az ágy alá. Nem, mégis bement, tehát már nem engedelmeskedett. Nem tud kijönni, tehát az oda beszorul, azonnal se kisebbe nem mozdul. Szóval ez a 3 Asimov-féle robotikai törvény hamis. A Turing-teszt az arra való, hogy kiszűrje azt, hogy ki az, aki robot, és ki az, aki természetes intelligenciával rendelkezik. Én is összeállítottam egy ilyen tesztet. Pár 5 kérdés van benne. Az egyik, hogy volt-e kiskorában olyan, hogy a boltba nagyon szeretett volna valamit, de nem kapta meg. A második, hogy mikor esett ki a tejfoga, hogy meddig tud elszámolni. Ha ő tényleg mesterséges intelligencia, akkor végtelenségig el fog tudni számolni, és nézzél vele farkas szemet. És aki győz, hát nyilván az a robot. Ez például ugye a Siri. When did you lose your virginity? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Hát nem tudja, hogy mikor veszett el, pedig azért már hallottszik, hogy ő neki mutált a hangja, tehát azért ő már okay. Férfi. Oké, ennyi. Tehát egyetért ő is ezzel. What do you think? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Hogy látod, hogy így igazából nagyon okos, mert így nem, egyből nem mondja azt. Amanda. Ezt most nem tudom, ki ez az Amanda. Ez a volt nőd. She's your last girls. I'm not sure I understand. Hát már hazudozik, tehát azért lehet, hogy ő már öntudatra ébredt. Most ilyenkor egy ilyen esetben átválthatsz a női Siri-re, és akkor vele meg tudod beszélni ezeket az ügyeket, hogy most mit csinálja, mert a férfi Siri elkezdett hazudozni neked, hogy nem tudja, ki az az Amanda, mikor ő írta ki. Yes or no? It's both yes and no, and neither. Ezt nem értem. Lehet, hogy bizonyos dolgokat jobban tud, de nem számít, mert úgyis én mondom meg neki, hogy mi lesz. Remélem, hogy hasznos tanácsokat tudtam adni nektek azzal a kapcsolatban, hogy miért ne féljetek a mesterséges intelligenciáról, és írjátok meg, hogy ti milyen Turing-tesztet állítanátok össze. Iratkozzatok fel, vagy esetleg legyetek tagok a csatornámon.